Köszöntöm nézőinket! Mai kulturális híradónkban egy kórus hangversenyről számolunk be, és megismerhetik az Echo Pécsi Kritikai Szemle legújabb számát. Tartsanak velünk! A Zene és Történelem Kastélyok és Katedrálisok Fesztivált október 10-e és 16-a között németországi és hazai német kórusok részvételével rendezik meg. Az Eisenachi Bach kórus ebből az alkalomból érkezett Magyarországra, s lépett fel Pécsett a Dómban. A Pécsi Bazilika Orgona koncert sorozatában nagyszámú nézőközönség előtt vendég szerepelt az Eisenachi Bach kórus. A kórus, melynek 1984 óta Ekehard Knechtl a karnagya, először lépett fel Magyarországon. Előbb Budapesten a Mátyás templomban, majd itt Pécsett a Székesegyházban. Nagyon örültünk ennek a meghívásnak, és egyben büszkeség tölt el bennünket, hiszen amatőr kórusként kaptunk lehetőséget arra, hogy résztvevői lehessünk ennek a névos fesztiválnak. Az Eisenachi Bach kórust Rudolf Mauersberger alapította 1925-ben. 5 évvel később Mauersberger a dresdai Kreuzkor kántora lett. Így vált ismerté Németországban, és bizonyára itt Magyarországon is. A kórus egykori feladatának azt tekintette, hogy Johann Sebastian Bach kevésbé ismert műveit a nagy közönséggel megismertesse. Hiszen Bachot az Eisenachi György templomban keresztelték meg. Tulajdonképpen ezt tekintjük ma is feladatunknak. Annak ellenére, hogy ma már Bach művei ismerté és népszerűvé váltak. Műveinek rendszeres előadása mellett más zeneszerzők műveit is megénekeljük. Gondolok itt például Anton Bruckner F-moll miséjére, vagy Johann Brahms Requiemjére. A kórus a magyarországi fellépést követően franciaországi meghívásnak tesz eleget. 2000-ben Johann Sebastian Bach halálának 250. évfordulója alkalmából pedig Eisenachban Bach kantátákból összeállított műsorukat, valamint Bach H-moll miséjét adják elő. Az Echo Pécsi Kritikai Szemle összevont nyári száma ezen a héten került az árusító helyekre. Benne a júniustól szeptemberig rendezett pécsi művészeti események értékelései olvashatók. A lap középpontjába ezúttal olyan országos jelentőségű események kritikái kerültek, mint a 9. zenei fesztivál, a 16. országos kisplasztikai biennálé, vagy a kortárs magyar fotó kiállításai. A kitekintő rovatban interjút közölnek Christoph Zanussi lengyel filmrendezővel. Egy pécsi résztvevővel rendezett párizsi kiállításról szól Kosics Attila a Dionysian Társaság a Kolostorban című cikkében. 4 pécsi beszélgetés is olvasható a lapban. A Színház Történeti Múzeum nemrég kinevezett igazgatójával P. Müller Péterrel, a Zenekritikusok díját elnyert Gönczi Lászlóval, Bart István fuvola művésszel és Andrew C. Rouse művelődéstörténész muzsikussal készítettek interjút a lap munkatársai. Magyar Brigitta a Jövő Szabad Tere című írásában Pécsi játszótereit vizsgálja és értékeli. És egy új épületről írt, a Szigetvári Takarékszövetkezet székházáról szóló kritika is megjelent az Echo őszi számában. A feketén-fehéren rovat kritikai írásai foglalkoznak a Pécsi Nyári Fesztivál eseményeivel, koncertjeivel és kiállításaival, valamint a nyáron megjelent új művészeti könyvekkel, köztük Sonkoly Károly Somogy megyei emlékkereszteket számbavevő monográfiájával is. És most néhány eseményre hívnám fel figyelmüket. A Pécsi Szimfonikus Zenekar bérleti hangverseny sorozatának első előadása október 14-én csütörtökön 7:30 lesz a Pote Aulában. A műsoron Beethoven művei szerepelnek Howard Williams vezénylésével és Nagy Péter zongora művész közreműködésével. A Pécsi Német Önkormányzat pályázat útján pécsi óvodákat, iskolákat, egyesületeket és művészeti együtteseket támogatott több mint 600 000 forint összegben a német nyelv és a kultúra ápolásáért. Budapesten 2 pécsi vonatkozású eseményre is sor kerül október 15-én pénteken.
A Magyar Nemzeti Múzeumban az Egy ismeretlen orientalista című Zsolnay Miklós kereti kerámia gyűjteményét bemutató kiállítást délután 17 órakor nyitja meg Ender Arat, a Török Köztársaság magyarországi nagykövete, és Huszár Zoltán, a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója. Ugyanezen a napon a Nagymező utcai Ernst Múzeumban Lantos Ferenc festőművész életmű kiállításának megnyitója lesz este 18 órakor. Kedves nézőink, a figyelőből még megtudhatják, hogy mi volt, mi van és mi lesz a város művészeti életében. Mára búcsúzom, köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.